Sziasztok! Kellemes kedd délelőttök. 3:11 van. Ma úgy döntöttem, nem szarozok. Nem jövök be túl korán. Nem látom értelmét. Ellenben föltettem, hogy meg tudjam mutatni, és használatban is lássátok, hogy milyen a két új termék, amit majd szeretnék nektek bemutatni. A Gepida első lámpa és a Gepida hátsó villogó. Jelenleg nem mondok neveket, mert nem tudom fejből, csak egyszerűen látni, hogy itt van. Tök kis egyszerű, praktikus, könnyen kivehető, zsebre vágható, csak a tartót kell ott hagyni. És ez nekem nagyon tetszik. Így kiveszem, és kész van. Visszateszem, és kész van. Nem mozog, nem lötyög, nagyon masszívan ott van. A hátsó az kicsit más, ott gumipánttal van, tehát ott le kell venni az egész rögzítést, de az is nagyon egyszerű, mert a gumitapadó részt az a lámpatesten van, azon kívül van egy csat, meg a gumipánt, amivel föl lehet fogni. És ez mind egyben van, tehát nem nagyon kell vele tökölni. Egyedül a gumipánt különálló. Mind a kettő lámpa fönn van. Remélem, hogy ki is tudom próbálni sötétben. És lesz elég cím hozzá. Na, a másik napirendi pont, hogy Gábor, azaz Mansi megkért, hogy hozzak neki bobzeneket. Nem tudtam hozni neki országúti fék bobzent, mert jelenleg nincs itthon. Majd be kell szerezzek. De most azért nem megyek ki a nagykerbe, ma nem. Majd úgyis megyek csütörtökön. Na és ne vele találkozom műszakkezdéskor. Átadom neki a két váltóbobzent. És beszélgetünk! Baroson vagyok. Jó nagy a kupi. Mindenki arra megy, amire akar. Mondom, sehova nem tud menni, mert a busz nem tud kikanyarodni. Pedig olyan hétfőn szokott ilyen béna lenni a városi. Úgy látszik, most már kedden is ilyen béna. Na, a Calvinon vagyok. Na, itt vagyok a Calvinon. Gábor végül nem jön, mert otthon felejtette a zsét, és annélkül nem tud dolgozni. Úgyhogy bejelentkeztem, azt majd valamikor napközben találkozunk. Ennyi. Sok a piros, sok a kék. Meglátjuk, mi lesz. Remélem, sok cím is lesz. Szia! Megjött az első cím. Na, oké van. Megjött az első cím, srácok. Szent István Szeráj. Nagyszerű. Ott jöttem el mellette, de 4 percen van átmenni. Tehát 5 perccel ezelőtt, amikor még ott voltam, akkor még nem lehetett értem menni, de most, hogy 4 percen van hátra, most lehet. Nem értem. Na mindegy. Az első címem az a Szív utca 26-ban, egy Andrássy út felől nyíló része. Úgyhogy itt kell mennem. Akkor bemegyek majd az Aradin. Már lehet, hogy az Andrássy jobb lesz, nem tudom. Aradi, köszönöm részt. Gyerekek, megvan, megszereztem másodikat is időben. Ó, ezt a káposztást néztem. Viszem az Alkotmány utca 16-ban az elsőt. Nincs is messze. Egy rossz döntés volt erre jönni, de jó döntés is, mert innen már ki tudok fordulni abban az irányba hamar. Az Alkotmányra, ugye, mert ez a Podmanicki. Szép volt. Záróvonalon. Hat kell, akkor ez vége pont. Ez az. Nem akarom, hogy ellopják a bringát, úgyhogy hozom magammal. Következő leadás, ez a Balassi Bálint utca. Vagy Balassi, bocsánat. Mégpedig. Hú, de bepörögtem. 21-23. Ez az. Néha nem így tudom, merre vagyok arccal. Na most már megvan. Itt jobbra, és aztán a Markó. Bár mehetnék itt is a parlamentig, tök mindegy. A Markó jobban tetszik.
23 szerintem. Igen, ide hoztam. Kérdés, hogy kinek? Aha, megvan. Remélem működő a lift. Igen, működő. Na, nem megyünk. Most azt nem mondod, hogy csak kulcsa lehet használni, vagy hogy van ez? Ja! Nem láttam a fogantyút. Elnézést! Hát adtam a hetediket. 5450-nél tartok. Na, hát nem jobb, mint a tegnapi nap, sőt rosszabb, de később is jöttem jóval, úgyhogy olyan szempontból jött, hogy csak 11-10-től kerestem ennyit, mint 9.58-tól a 7100-at, úgyhogy most még jobb is. Itt van a 9. címem, Deep Burgerben, de még nincs kész, viszont bemegyek, hogy kezdek áthagyni. Van még egy címet, a Pizzikát. Egy percen van oda érni. Nagyszerű. Akkor megvan a 9. cím is. Hello! Köszönöm! Itt lemegyek. Tócsa! Itt tudok kimenni. Ajjajajajajaj! Átugrott a lánc. Jó. Féltem, hogy elszakadt, de nem. Csak átugrott. Ez is megvan. Jaj. És viszem az ételt a Herceg Prímás utcába, az elsőt. Mégpedig a Herceg Prímás 17-ben, vagyis az Icsin kéne kimenni. Ami nem tudok, csak az Ó utcán ugye. Na, és pont szembe lesz. Na, most egy 15 perc alatt keresek megint egy ezerest, és ez jó. Max 20. Jó nagy luk van itt. Fázik a kezem, hogy vissza fogom venni a vastag kesztyűt. Most így őszintén, honnan veszik, hogy ez parkoló? Hát, már itt se tisztelik az utcát, az Arany János van. Megőrülök komolyan. Nagyon hideg lett. Lehűlt a levegő. A munkahelyzetünkás 17-et kell megtalálnom. Elvileg egy ilyen lejjebb. Nem, itt van. Messze. Ez a 17. Igen. Ledobom. Hova viszem másodikat? Október 6-a utca. Nem mondod. Na, közel is van. Akkor tényleg lerakom 15 percen belül. Október 6-a utca. 3. Hol vagy le? A sárga épület. Ez az. Papíron is átadom. Másik cím nincs. 14.54 van. Ez volt a 9. címem. Most beteszek némi zenét, hogy teljen az idő. Most én sem vagyok jól, átfajtam egy kicsit, meg fáj a hasam. Főleg azóta, hogy ezt a vacak kávét megittem. Jéghideg volt. 400 forintért. Megjött a 10. címem. Pattaya Wok Bar. Juhej, van meló! Itt vagyok. Elvileg kész is van. És itt van egy ezen a fülember. Tévedtem, nincs kész. 7 perc múlva lesz kész. Na, kész lett az ételem, mert csak fel kell venni. Hopp, maszk. Mondom, maszk. Jaj, de jó, becsúszott. Sziasztok! Szia! Sziasztok! Szia! Na ez a leadásodás út kettőbe megy. Azok is visszarakom a muzsikát. Úgy, még egyet kell csendetni. Nagyszerű.
Közel volt. Úgy gyerek, nagyon lehűlt a levegő. Nem tudom hány fok van, de nagyon hideg lett. Fölveszem az esőkabát, az ismeret szerint már nagyon fázik a vesém is, érzem. És nem jó. Az ebben a fura volt, mintha izzadtam volna, ez közben úgy látszik, nem. Vigyázni kell. Könnyen meg lehet így hűlni. Nem figyelsz oda, hiába van rajtam három réteg, elkezdtem úgy fázni, mint az állat. Már értem Hunort, miért vacogott annyira. Na, mi van? Ja, hogy egy jó lenni, ha leérsz, nem tudtam. Jaj, de ez oké. Okay. Fűtött a lift. Ez komoly? De jó. Vagy csak egyszerűen melegebb van, mint bent. Nem, mintha fűtve lenne. Leadtam. Mivel elcsúszik ez a vacak? Aha, nem jól, meghúzom, mindjárt meghúzom. Papíron is leadom. Másik cím nincs. 15 óra 18 van. Tehát megjött a 11. címem. Saladbox Eiffel. A Saladboxból a Pannonia utca 52-ben viszem a 11. címem. 11. címem 15:38-kor, és ez 7450-et jelentett eddig. Na, kezdek nagyon nem jól lenni, úgyhogy én keresek boltot és megyek haza. Na, srácok, itt a vége. Nekem ennyi már elég is volt. Húzok egy offot, látjátok ott? És jó napot! Csodálatos, minden szép volt, köszönjük szépen. Mindjárt 4 óra. 15:41 van. Köszönöm, hogy megnéztétek a mai részt is. Amit ma kiraktam, meg amit ebből kifogok, az előzőt, minden szépen köszönök. Köszönöm a feliratkozásokat, a megtekintéseket, hogy szóltatok utastársaitoknak, ne felejtsétek el ezután is ezt megtenni. Ha szeretnétek támogatni, arra ott van a csatornatagság, a Patreon. Még nem tudom, hogy csatornatagságban milyen jutalmak legyenek számotokra, ezt nektek kéne kitalálni. Az első, a legkisebb összeg, az a 400 forintos lesz, az a biztosítjátok, hogy közel jövőben is tudjak csinálni videókat. Nem kötelező, mindenki azt csinálni akar. A fentebbi rétegért cserébe igyekszem exkluzíve videókat megadni, nem csak a futárkodásról, vagy teljes videókat, attól függ, mondjuk teljes vágást esetleg. És ennyi. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!